Következő vendégünk energiája, remélem, hogy a televízió képernyőjén keresztül is kiárad, és higgyék el, hogy akkor egész hétvégén bírni fogják. Szóval Móricz Zsigmond színház művésznőjét, Kosik Anitát köszöntöm nagy szeretettel. Annak apropóján elsősorban, hogy a Vidéki Színházak Fesztiválján ugye nagyon szép sikert értetek el, a Név Carmen elnyerte a legjobb műhely munkáért járó díjat, és hát ha az ember rád néz, akkor gyakorlatilag azt hiszi, hogy egyszer rád írták, amikor még sok-sok ugye évtizeddel ezelőtt ezt a szerepet, mert tényleg olyan vagy, mint Carmen. Hogy akkor érezted? Köst fel a gatyán. Milyen érzés volt, amikor egyáltalán találkoztál ezzel a szereppel itt Nyíregyházán? Mennyire érezted magadénak, vagy csak mi nézők gondoljuk, hogy tényleg ez rád van írva ez a szerep? Hát bizonyos szempontból ijesztően magaménak éreztem. És vannak olyan részei, amivel könnyen tudok kapcsolódni, de ez nem feltétlenül jó hír. Ő nem egy jó fej nő. Azért ezt lássuk be. És vannak olyan részei, amihez pedig erős ásatásokat kellett végeznem a lelkemben, hogy kikutassam azt a fajta nem európai, tényleg, tehát egy ilyen furcsa, hogy is fogalmazzak. Ő egy ilyen mágikus lény, ő maga annyira hisz egy csomó olyan dologban, ami tőlem viszonylag távol áll. Olyannyira vezérlik őt a jelek és az összes ilyen dolog, olyannyira azt képzeli, hogy a sors irányítja, és ő neki nincsen beleszólása a saját életébe. Hogy ez például egy nehezebb dolog volt, amit még most is kutatgattam még így most a hétvégén, hogy tudok ehhez ma esetleg jobban kapcsolódni, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, amikor utoljára játszottuk. Hogy hogyan lehet az, hogy valaki teljesen azt képzeli, hogy a sors irányítja őt. Szóval ehhez a részéhez nehezebben, és vannak olyan részei, amihez pedig elég könnyen tudtam viszonylag közvetlen viszonyba kerülni. Ez egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy ugye gyakorlatilag van egy szerep, és akkor mi úgy gondoljuk, nézők, hogy ezt úgy megformálod a próba folyamat során, meggyúrod, megszülöd ezerszer éjjel-nappal, és amikor mi már látjuk, az akkor kész van. De ezek szerint nincs kész. Sosincs kész. Ez még megy utána is. Hát ez olyan, mint hogyha ha jó, minden oké, akkor tulajdonképpen ő a barátom lesz a próba folyamat alatt, abban az értelemben, hogy én őt szeretem direkt, tehát meggyőződésből szeretem, mert különben nem lennék rá kíváncsi, vagy nem tudnék olyan sok energiát áldozni arra, hogy megismerjem őt. És aztán azt vizsgálom meg, hogy mi hol hasonlítunk, és ahogy egy sima emberi kapcsolatnál is, úgy egy szereppel is van, nekem legalábbis van olyan, hogy egyszer csak így bekattam valami, amire nem gondoltam addig, egy esetleg teljesen indiferens szituációban. Vagy egy új próbahelyzetben például, tehát egy másik színpadon, mit tudom én, hosszabb egy táv, mint otthon megszoktam, és ezért máshogy működik az agyam, jobban figyelek, és ezért talán megértek egy mondatot, amin eddig esetleg átsiklottam. Erre a fesztiválra így külön kellett készülnötök? Vagy... Hát persze, hát nagyon nagy kihagyás után játszottuk, fél év az borzasztó sok. Főleg egy olyan előadásnál, mint ez, ahol az embernek a zsigerei, mindig kellenek a zsigerek természetesen, de itt, hogyha ez a kis érzelmi térkép, ez kifakul, vagy hiányzik belőle egy-két rész, akkor nagyon nehéz átugrani. Itt én ebben nem érzek olyan kapaszkodókat, amit esetleg máskor szoktam. Uh-huh. Tehát mondjuk, igen, és ezt újra kell gyúrni, és amikor kevés időnk van próbálni, akkor ez egy fokozott koncentrációt igényel, ami jó esetben sikerül, rosszabb esetben pedig nem. Úgyhogy persze, ilyenkor mindig újra felfrissítjük, és hát az eltelt időnek az élményei is beleépülnek jó esetben. Hogyan fogadta a közönség most? Jól, szerették. Vegyesen, egyébként kaptam barátaimtól negatív kritikát is, ami nagyon hasznos volt, és kaptam olyat is, hogy jó, oké. Azért nem úgy van az. Szóval nem láttam olyat, aki csak úgy elment mellette. Úgyhogy, de azért mégis inkább jóval, vagy jócskán a pozitív oldal felé billent a mérleg, ami nagyszerű dolog, mert nem egy
lelket simogató előadás, vagy nem abban az értelemben, tehát nem egy könnyed hangvételű dolog ez. Azért nyilván jó a kritika, de azért nagyon nehéz azt úgy hirtelen elfogadni. Te hogy vagy ezzel? Nyitva vagy mindenre? Hát többféleképpen tudok rá reagálni. Van, amikor lesokkolodom, ja, de hát ez az én gyermekem, hát ezt te imádjad, mert ez csodálatos és fantasztikus. Még akkor is, hogyha nem is konkrétan engem ér a kritika, hanem magát a produkciót, hogyha. És aztán megvizsgálom, amikor lehiggadok, hogy na jó, akkor most válasszuk el, ez fontos, ez nem fontos, ez fontos, ez nem fontos. És akkor utána hát az ember tanul, és nem tudsz tanulni anélkül, hogy pofára ne esnél. Persze. Úgyhogy így, és természetesen az embernek a barátai azok, akik a legfontosabbak, akik mondjuk ismernek, és akkor mondjuk, és akkor arra oda kell figyelni. Jó esetben ki kell választani néhány embert, akinek a szavára ad az ember, mert különben megháborodik, az pedig nem jó. 3 percünk van, Anita, egy picit menjünk vissza, meg előre. Tehát milyen volt a nyár, és milyen lesz most ez az év? Csodálatos, csodálatos. Kész. Akkor egy picit fejtsük. Hát rövid, a nyár az mindig rövid, ilyenkor kíséreljük meg meglátogatni a családjainkat, barátainkat. Itt-ott Nászúton voltunk, ami nagyszerű, megnyertük a férjemmel a Petesagárdi pályázatot, és Andalúziába vándoroltunk. Úgyhogy ez volt, azt nagyon szerettem volna, hogyha az egész csapat jön, mert néztünk flamenkót, és tehát egészen teljesen elképesztő. Igen, egy kicsit érzelmileg akkor hozzátett most az előadáshoz biztosan. Igen. Ja, és igen, még azt szerettem volna még az előző témához villámsebesen hozzáfűzni, hogy ez egy csapatdíj. És az műhely munka, nyilván benne. Igen, igen, és ez szerintem annyira fontos dolog, hogy ilyen módon is visszaigazolást nyerjen az, hogy ez nem egy egyéni, senki, mármint egyéni dolog is, tehát anélkül nincsen munka, csapatmunka, hogy az egyéni dolgokat ne tennénk bele, de ez olyan jó, hogy ez így kapott egy nagyon, nagyon erős pozitív visszaigazolást. Vissza a nyára. Szóval igen, az kiváló volt, és bármikor visszamennék Spanyolországba, tényleg. Aztán, hogy most milyen lesz az évad, elég változatos, most éppen Agatha Christie-n dolgozunk. Retteltesen élvezem ezt a próba folyamatot. Ott mi leszel? Hát majd meglátják. Wow. De életben maradsz? Nem, hát ezt is, wow. nem árulhatok el semmit, mert az úgy nem fel. Jó, hát egy krimiről van szó. Muszáj megnézni, igen. A gyilkosság meghirdetve, ez van most, lesz gyerekdarab, lesz operett, minden, mint ahogy szokott. És Carmenként mikor látunk még? Nem tudom, tessék verni az igazgatóság ajtaját, követelni minden fórumon, hogy legyen még, úgyhogy ezt nem tudom. Nem tudom, Chicago is lesz még tényleg, az még az évadban szerepel, ha minden igaz, megyünk a József Attila Színházba, az nagyon jó lesz majd október elején. Tehát akkor nagyon izgalmas, sokszínű, igen. Olyan, amilyen te, kis hát, pesgő, és egyébként láttál valami más előadást is? Tehát nézőként is funkcionáltál most itt? A fesztiválon? A nyáron, igen. A fesztiválon gondolom, hogy azért ott bekukkantottak abban, a vidéki színházakon nem, mert oda csak a saját előadásunkra tudtunk feljutni. A Vidoron azt végig vizslattam, amit csak tudtam, és nagyon, nagyon nagy örömömre szolgált, mert ugye évközben elég ritkán jutok el más előadásokra. Úgyhogy láttam egy pár kiváló dolgot, úgyhogy akarok dolgozni.